és hiába fenyegeted. Már nincs hatalmam felette, már nem hisz neked, hát mondj le róla. Hány óra van most, ki tudná megmondani? A politikai. Ez a kis videó. Nagyon szép, kire forget, legyetek már valamit, gyűlöletetek ellen. Ez melyik? Ez fekete doboz, piros doboz, zöld doboz, kék doboz, ellenség, nem ellenség, hely. Washington, Moszkva, hely. Hiába imádkozol és fogadkozol, és hiába fenyegeted, már nincs hatalmad felette, már nem hisz neked, hát mondj le róla. Most hallgassák meg Kedves Andrást, a televízió főmunkatársát, a MOLOS televíziós tagozatának vezetőjét. Akkoriban, amikor a Magyar Televízió és a Magyar Rádió éléről leváltották Mankis Elemért és Gombár Csabát, és kinevezték a jelenlegi vezetést, én fogadtam egy üveg konyakban, hogy ez nem tarthat sokáig. Arra gondoltam, hogy végülis a politikusoknak is föl kell ismerniük azt, hogy nem lehet csupán egy értékrendre építve, legyen az keresztény, nemzeti, szocialista vagy liberális közszolgálati televíziót létrehozni, mert elveszíti a hitelét. Ez nem működött régen sem. Arra gondoltam, hogy nem tarthat sokáig az, hogy azok a munkatársak, akik korábban egy sör mellett művészetről, filmről beszélgettek, hova tovább nem mernek egymás előtt szólni. És ha az ember végigmegy a rádió vagy a televízió folyosóját, ott indulatok lövelnek a szemekből. Ez senkinek sem jó. Aztán telt múlt az idő, és én elvesztettem az üvegkonyakot. Eltelt néhány hónap, és akkor azt mondtam, hogy megint fogadok egy üvegkonyakba, hogy ez nem tarthat sokáig. Közelednek a választások, egyik pártnak sem érdeke az, hogy olyan rádió és olyan televízió legyen, amelyik hiteltelenül működik, hiszen ahogy közelednek a választások, sűrűsödnek a feszültségek, feszültségben nem lehet egymással szót érteni, és akkor, hogyha az ország tényleg tovább akar haladni a demokrácia útján, szükséges az, hogy megpróbáljuk egymással beszélni. Úgy gondoltam, hogy senkinek sem érdeke az, hogy ez sokáig tartjon, de természetesen a második üvegkonyakot is elvesztem. Most megint úgy értem, hogy ez nem tarthat sokáig. Azért gondolom, hogy nem tarthat sokáig, mert mostanában valahogy, mintha másfelől fújnának a szelek. Emberek összegyűlnek, kezdik egymást meghallgatni. Vannak olyanok, akik erre persze nem képesek. De úgy látom, akármerre járok, hogy az emberek hisznek abban, hogy azért 2-3 hónap nem telik bele, és a dolgok megváltoznak. Akar velem valakit fogadni gyerekonyag? Kedves barátaink, kedves ellenségeink, örülünk, hogy eljöttek. Ők Csúcs Lászlót minősítik, nem bennünket.
Gyertek be nyugodtan, egy az egyben mindenki. Mindenki bemegy. A nagy rohadt szívet. Abszolút, gyerünk befelé. Befelé. Ne csináljátok, tessék ki már! Ugyan már, ne viccelj már! Attól, hogy ide most nem engedem be a kamerát, azt hiszem, hogy kiderül, hogy mi történt. Most komolyan kérdezik. Most sajtószabadság van, vagy nem az van? Akkor leteszitek a kamerát, és egy ember bemegy, és megkérdezze a főszerkesztőt, hogy filmeztek-e vagy sem. Én nekem nagyon fotogén a tartom, fiúk. Most vagyok is. Nekem egyelőre lehet, hogy délig ez a munkahelyem. Akkor, legyen, és akkor mi van? Ugyan bár, hát nézd, de nincs meg az oldalánál. Ne viccél már, hát azt hiszed, hogy itt most föl lehet tartani? Ne, mosolyodjon! Ki nem szarja le azt, hogy mit mondnak főszerkeszt, amikor kirúg a köpvelben? Ki nem szarja? Ne viccél már, ki nem szarja le, mit mondnak főszerkeszt? Két darab. Voltad te már Karabakba? Voltam, menjük az oldal. Gyerekek, azt ne csinálhatjátok, valamelyiknek lerakja a kamerát, bementek és megkérdezitek. Egyelőre nekem még ez a munkahelyen. Nem tudom nekik, lehet, hogy ott van. Felolvashatja a tévéhírásokban is egy közleményre, hogy milyen remek dolog, hogy jönne meg. A dolog attól is törvénytelen, hogy azok az emberek, akiket ez az elbocsátás érint, nyilvánvalóan szakmailag jók, sőt, többségük kiváló, semmiféle bíróság előtt ez az érv meg nem áll, hogy éppen ők váltak fölöslegessé valamiféle átszervezés vagy pénzügyi nehézségek miatt. A dolog politikai tisztogatás jellege abszolút világos és elfogadható. Mivel az első mondatomat még csak kihallottátok, ezért megismétlem. Szégyellem, hogy nem vagyok rajta ezen a listán. Maradok, mert úgy érzem, hogy a rádió hallgatókat szolgálom, és nem azokat a főnökeimet, akiknek a lépéseivel nem tudok egyetérteni. De szégyellem minden támogatásom azoké, akik ezen a listán vannak, és nagyon remélem, hogy nagyon hamarosan ismét a kollégáim lesznek itt a Magyar Rádióban. Én pedig azt szeretném mondani, hogy én nagyon szégyellem, hogy a második vonal előre jött, és esetleg az a helyzet állhat elő, hogy én a második vonalból egy felelős szerkesztő maradhatok ebben a szemétben. Én ebben a szemétben nem maradok. Én mondanék valamit, Jóska. Te beállítottad magadnak, talán jobban eddig, hogy mindent megtettél, oroszlánként küzdte, hogy rettetek küzdött, én kell azt mondani, hogy krokodil, hanem a rezenéstelen adszatóban is megtalálni az embereket. Eljött a pillanat, amikor vége. Ha ez benn maradt volna valóban abban a keretben, amit ígértek, hogy gazdaságoság és a többi, akkor természetesen, miután elhangzott, hogy az alelnök úr mondta, hogy az alkalmas, nélkülözhetetlen, kiváló szerkesztőket természetesen nem fogja érinteni. Most a lista önmagáért beszél, nem erről van szó. Mindenki tudta eddig is, próbáltál harcolni. Most már nem értem, hogy miért adod a nevedet ehhez. Ez már Quisling taktika. Lehet, hogy még remélsz valamit, lehet, hogy még valami sikerül is, legyen neked, de ebben részt venni már nem szabad. Már azon a szinten, ahol én vagyok, az alacsony szinten sem igazán szabad. Tehát én ott el fogok gondolkodni, hogy hogyan tudom megoldani az életemet, mert pénzre szükségem van, hogy maradjak, ne maradjak, betegállományba menjek, megtagadjam a munkát, vagy mit csináljak. Azt hiszem, mindnyájuknak ez a dilemmánk, neked a te helyzetedben már nincs ilyen dilemmád. Ha te maradsz, akkor vállaltad ezt az egészet. A lemondásod viszont politikai visszhangot is kelthet, lehet, hogy semmi nem változik tőle, de tisztán kerülhetnél ki az ügyből, mint annak idején László Ördi is szerintem egy adott pillanatban tisztán került ki az ügyből. Szeretném hangsúlyozni, én elég későn kerültem ide, csak 2 esztendeje vagyok itt, de az,
hogy ilyen tömegben embereket elbocsátanak valahonnan politikai okokból, nyilvánvaló politikai okokból, az emlékezetem szerint ebben az országban után 1957 tájékán történt. Ha jól emlékszem. Ilyen tömegben se onnan, sem rádiótól, sem újságoktól embereket politikai okokból nem küldtek el. Ennyit erről a mai időn. Én éppen azért mondom, amit mondok, mert természetesen én is a listán vagyok. Azok, akik nincsenek, ne szégyenkezzenek, nem ti tehettek róla, viszont ti tehettek azért, hogy a rádió működjön. Szabad egy pár szót mondanom? Az, ami itt történik, az tűrhetetlen, az elfogadhatatlan, az megengedhetetlen, aljas, galávaló dolog, ami itt történik. Senki ne áldassa magát azzal, aki ebben a dologban részt vett, vagy az előkészítésében közreműködött, hogy ő tiszta maradt. Mindenkinek tudnia kell, hogy a magyar rádióba nem a jobb oldal vonult be, hanem a szélső jobb oldal. Az, aki ma átveszi az irányítást főszerkesztő helyettesként, nem újságíró, hanem udvaronc. Szervilis pártszolga. Jellemfogyatékos ember. Gondolom, ezzel mindenki tisztában. Azok, akik itt maradnak, ne akarjanak mindenáron szolidaritást vállalni velünk, akik elmennek. Maradjon mindenki a helyén. A rádiónak szólnia kell. A rádió szólni fog. Ne engedjétek át a terepet a szélső jobb oldalnak. Én azt hiszem, hogy mi vissza fogunk jönni. Aki itt marad, az végezze a dolgát. Tegye, amit tehet, addig, amíg tehet. Ne álljatok tőle. Én hetekkel ezelőtt azt mondtam egy beszélgetésen, hogy ha itt végrehajtják azt, amit azt hittük, hogy nem fognak végrehajtani, akkor mindenkinek körül kell néznie, hogy ez a cég az a cég, amelyikhez szeretett volna eredni dolgozni. Úgyhogy egyetértek bizonyos szempontból ugyanazzal, amit a Mester Ákos mondott, meg azzal is, amit a Domány mondott, hogy itt kell maradni azoknak, akik nincsenek olyan irigyésre méltó helyzetben, hogy ezen a listán rajta vannak. Én ennek ellenére nem szeretnék itt maradni, és én annyiban örülök, hogy ha Pészabó József nem mond le, mert talán segítséget nyújt abban, hogy ha vannak, akik beadják a felmondásukat, akkor legyen a segítségünkre abban, hogy ne kötelezzenek munkavégzésre. Legalább ne legyünk még jobban egy kicsit megtaposva és megalázva, hadd álljunk föl
egyenes gerinccel, akkor, amikor még talán utoljára érdemes fölállni egy egyenes gerinccel, mert utána már nem lehet lehetséges. Én is szeretnék cserélni. Bármilyen elítélendő és elítélendő, és én megértem a véleményt, ezt a véleményt is. Én természetesen a listáról igyekeztem embereket levenni és nem látom. Annyit szeretnék még mondani, ha nincs más hozzászólás, hogy ezek a tájékoztatók papírokkal az én titkárságon igen, kérek a maradók közül, aki kíván 10 órakor jöjjön föl az én szobámba egy addig általam megfogalmazandó nyilatkozatot, aki vállalja aláírni. Köszönöm. 10-kor az én szobámban. Mosolyos. Mire alapoznak ezen? Már az élet szép, te néked magyaráztam. Te meg kéne csinálni. A gyerekek, mindenki vegye át, szerintem ez a papír. Miért? Mert most mondtad, hogy ne vegye. Attól érvényes, hogy nem veszed át, ez nem változtat. A bírósághoz ezt a papírt kell elsőként többek között becsatolni. Ne azt vegyétek át. Csak ez a lista? Megtudjuk, hogy beolvasod bukunk? Ráírom, hogy miért. Kamerában? Gyuri, de megtudjuk, hogy beolvasod a kamerában? Abszolút, na, de hát ezt ki kell mondani, azt is, hogy jobb oldali, az Ostyán egy jelenfogyatékos szarhán, senki házban. És a két szaboron nem is beszélnek. Nem kell szégyelniük magukat, akik itt maradtak, az mentsék meg a rádió. És komolyan az, hogy az Ida ott sír mellettem, szégyeli, hogy maradt. Most akkor meg lehet csinálni, szerintek, vagy nem lehet? Mit csinál a műsor? Van. Csak kanál, csak nem fog lenni. Nincs kanál, a többi rendben lenne, de kanál nincsen már megint. Falkerreket az megint. Péter, ne menj el, légy szíves. Írd már a nap fönn a valahívható papír, mondom. Mi van a Girmánál? Az így van a Girmánál. Thank you.
ez még üzé, akkor így. Hogy van meg a szert? Ezek még ahhoz is fanserek, hogy egy normális listát állítsanak össze. A listán egy csomó olyan név volt, aki mi nem vagy olyan, aki az védelem alatt áll. Gyermekét egyedül nevelő anya. Védett korban levő ember, beteg állományban levő ember, tehát még ezt a fáradtságot sem vették, hogy ennek utána nézzenek. Csak én is akartam mondani. Van egy ötlet, amit én nagyon válaszan tartok, hogy én most nem is segítünk fel a kifogást, hanem hívjuk fel valamennyien. Együtt jó, tehát felhúzott ide, hogy vegyük a hárman, és átadjuk egyébként. Jó? Visszaszerelem. Nagy szerelem. Kicsit ott is várunk, jó? Hogy megkapták az utasítást, hogy amennyiben nem hagyjuk el ezt a szobát, kihívják a rendőrt. Jó, pillanat, és kiutasította a rendőrt. Kívánok, Nika György vagyok. A Déli Krónika szerkesztője Óbersoszki Péter nevében is köszöntöm Önöket. A mostanihoz hasonló többnyire napos idő várható, jelentősebb eső nélkül. Délután általában 6 és 11, késő este 1 és 6 fok között lesz a hőmérséklet. Neves újságírók és művészek a rádióból elbocsájtottak iránti fogidazításukról biztosították az érintetteket.
Azt gondolják, hangzott el, hogy a kormányt illeti a felelősség a pártatlan tájékoztatás ellehetetlenítéséért. A rádió vezetőjének tegnap bejelentett döntése ugyanis szerintük ezt hozza magával. A nyilvánosságklub ügyvivője úgy nyilatkozott, ez a lépés megelőlegeti a választási csalást. A résztvevők arról vitáznak, hogy milyen ellenlépés lehetne tenni a szerintük politikai tisztogatás ellen. Sokan legjobb eszköznek egy olyan sztrájkot tartanának hangzott el, amelyet a rádió dolgozók szerveznének, és melyhez a velük szolidáris érdekképviselőnek csatlakoznának. Úgy vélekednek, hogy a civil szervezetek többsége vállalná ezt a közös fellépést. Néhányan már itt jelentkeztek. 168 óra előzetes, Farga Zoltánt vagy. Igen. A kártyapénzt meg kell fizetni. Ezt mondja Lukács Tamás országgyűlési képviselő, aki a KDNP tagja. Ám élesen bírálja a kormány privatizációs politikáját. Nekem nem szólt még a kutya sem, mert szerkesztem meg a műsort. Ha én nem szerkesztem meg, akkor engem fegyelmileg lehet felelősségre vonni. Érted? Figyeljetek ide egy pillanatra, a Friderikus itt áll a kapu előtt, föl szeretne jönni, természetesen nem engedik be. Mostanáig telefonálgattuk a Bészabónak, aki egyfolytában másról beszél. Tegyétek már meg ezt a gesztust, hogy lejött a két percre hozzá. Köszönni neki, mert együtt akart volna lenni a társasággal, csak nem fizikailag nem tud bejönni. De például nincs a valami, és kiír. Na ne szórakozz! Te is ki vagy most? Nem. Nem, én teljesen legálisan tartozkodom az épületben. És reggel már megértek be? Hogy megértek? Itt van egy ilyen fő fia, egy ilyen fő szóvívő a kapuban. Mondom, maga itt a fő. Azt mondja, hogy hát igen, ő, de milyen szerencsét van ezek. Szóval menjen egy ilyen kajánni. Hova mész kajánni? Ide le, ki nem menj, a házból már nem jössz vissza. Kell kajánom, gyereket. És mit kell csinálnom? Én a cuccai jövök. Sanyika, gyere velünk, gyere, aki a jövőt. Csak bármi, nem legyek utána, hogy csak néhány szalagban a címegvényeket. Nem tudom. Kérlek, kérlek, kérlek. És ez az van, jövök? Hát a sajátja, jövök? Várja, hol van, lehet összefölgődik. Te tudod, hogy hol van? És tudod, hogy mit keresek? Nekem 4 fontos szalagon van. Filipe. Tőkésvártól. Az nem én voltam, az biztos, hogy nem voltam. Friderikus. Terebről van ez? Közben. Egykori örökbecsüd a rabok, Sanyikám. Ez az egyik, az mi? A fehérháza. Ezeket el? Hát kérdezzem. Miért, amíg én itt vagyok, addig nincs meg. Kérjék el ezt szóra, hogy valamint téged sem nyerni. Ez mi? Góka Mihály, az kicsoda. Az nem. Ne tegye már hozzá. Hát kivihetem, azt mondta észre, hogy nyugodtan. Nagy szalagok vagy kicsit? Ilyen nagyok. De oda tetted föl, emlékszel? Nem, azok nem lehetnek ott. Akkor most ne tudd föl, akkor legalább nézd meg hétfőre, jó? És akkor beszélni telefonon utána. De gyere megvan. Hát nem mindegy, mert rajta van az első riportom is az egyik. Tényleg? Igen, megvan. Életed első riportja? De miért, hogy kitettem a rangoshoz? Nem, miért tett? Nem. Mintha Kafka írná. Ez nem lehet valóság, én csak arra gondolom. Hát itt volt egy Berezki, itt volt Lakatos Ernest, szóval annyian voltak, akik soha ennek a közelében nem jutottak. Ma láttam egyébként Berezkit a Váci utcán mosolyogni. Igen. Jött szemben velem, biztos örült, hogy azért mégiscsak nélküle is megvalósult az, amiről mindig álmodott, csak nem merték meglépni. Ugyan neki szörnyű. Rámézni a patkányra. Menjen a picsába, érted az a vélemény, és milyen cinikus az a tegnapi magyar irat, hogy nem irigylem magam. Hát nem kell elvállalni, én egyszer. Áldozat. Nem kell elvállalni. Ebben nem akkor... az a legjobb, hanem az, hogy még a jónál is lehet jobban csinálni, vagy nem tudom. Na, azokon nem is térem itt szakmailag, amiről beszél, de... Hogy veszi a bátorságot, hogy egyet oda hülyen? 10 éve is elmebeteg volt. Van-e nekünk ennivaló? Másrészt azt mondja Albel úr, hogy ne számíts egyenlőre a kedvezményes nyugdíjas menőre, mert az csak egy hónap után jár. Kardosnak is oda kell menni, neked is, viszitek a műsort, és elkezditek. Oda ezért? Igen. És a végén ott fogják, és leforgatják. Ne adja a kommentárjukkal. De egyikben se tudják, hogy mi van. De nem is kell, azt mondja Rapcsányi, hogy és most egy anyag következik, melyet munkatársaink. Megint az van, hogy megint megkívüljük ezt a gyávas pénzszabút attól, hogy döntenie kelljen. Hát nem szól ide, hát azért mindennek a teteje.
adás előtt két órában még. Egyébként azt lehetne, hogy oda fölmenni, és onnan fölmenni. 4-5 perc, ott ül a két csapat. Miért nem látogatjuk meg a Pénzszabót? A telefon. Azt mondod, hogy van egy ötletet, hogy annyit kell csinálni. A fiúk, fölmegyünk a hármasba. És szegény. Menjünk. Mit vesz itt? Szegény. Szegény gond. De lenne, mint arra kérek, hogy barátok. 3-2 Már ott van. Az így egy lélek ilyenkor. Most látta az új épületet, mi bennünk nem is mondtam. Nem tudom, Mário. Negyedik emelet, 3-as stúdió. Negyedik? Negyedik. Már barikázok is van. Azért mondom, Na de itt a műsor, amit meg kell csinálnunk. Ez kínos lesz. Megkérdezhetem, hogy kitől tetszett utasítást kapni? A rendészet főnökétől? A rendészet főnöke dönti el, hogy lesz a műsor a rádióban, vagy nem? Sajnálom, nem hozom bejönni. Nem, csak a kérdés volt. Hát ha nem, nem. Az a kérdés, hogy nem, nem sértem. Hát nekem nem a rendész a főnököm, nekem más a főnököm, tudja, hogy van. Jó, világos, persze, hát nem is vitatkozom önnek. Jó, viszontlátásra, minden jót kívánok. Ki csinálja a műsort, nem tudja ki az, akit be lehet engedni? Rapcsány üvegbe, vagy ennyi? Nem, hiszem, hogy... Igen. Már benn is van? Nem, én csak kérdezem, én nem vitatkozom. És kiket lehet, felteszik olvasni? Kiket lehet beengedni? Én Váradi Júlia vagyok. Itt dolgozom 23 éve a rádióban. Kartos és Farkas benne. Így van, a Rampos és a Váradi és a Mika is. Figyelj ide, Kartos. Jaj, de jó, de hol van a neked most már valók? Vagy kis magó? Kis magó. Kis magó. De arra nem lehet. Nekem van lehet új erre. Jó. De ide itt nem erre megyünk. Merre kell menni? Vissza kell menni. Gyerekek, itt van ez a magnó. Hát most legfeljebb rossz lesz a minősége, már kicsit késő van ehhez. Vagy föl kell hozni az uhelyet, vagy le kell menned, és fölhozom az uhelyet. Vagy hozz fölhozom. Tegyél rá vágószalat. Az jó. Akkor hozz fölhozom. És akkor így felolvasom. Persze. Így van. Jó? Persze, akik le vannak adva, azokat kötelező beengedni. Nem mennek be, akik nincsenek leadva. Tessék, Kardos Ernő. Hívjuk vissza. És akkor te miért csinálod meg? Kardos Ernővel. Hát mindenki tudja, te magad is ezt nyilatkoztad. Na most nekem le van adva a neve a vadóról, a szerkesztőre szeretnék bemenni, mert minden lehetőséget jogon megvan erre. Ez már nem az én.
Ja, tudom, hogy ez a végül. Mi a te ügyed akkor? Jó, mától kezdve. Hát, 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 nekem megvannak a saját ügyeim, de legkevésbé ez. Szervuszok. Jó, nekünk be kell menni fél négy óra a stúdióba. Én meg kell. Köszönjük szépen. Viszontlátásra. Ja, azt mondta a rendész, hogy beküldenek valakitől, akik beengednek bennünket. Téged nem, mert nincs leadva a neved, de a farkas meg engem meg. Jó. Hát meg minket is van. Meg mi? Hát persze, mindenki neve. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink, műsorunk 24. évfolyamának 9. számával az 1133. évfolyamon jelentkezik. Önök nyilván megértik, nem vagyok abban a helyzetben, hogy részletezzem a hét belpolitikai botrányát, mindaz, ami tegnap történt a Magyar Rádióban. Ez a felvétel is, amit hallanak, azért olyan visszhangos, mert nem engednek a stúdióba, és amit mondok, az kismanóra mondom, kézipanóra a folyosón. Önök nyilván azt is tudják már, hogy Kapcsányi László szerkesztésében egy ellen 168 óra is készült, és én őszintén mondom, boldog vagyok, hogy ebben a mai műsorban még alkalmunkban szólni önökhöz, és megköszönni 23 évű figyelmüket. Tehát a régi csapat szerkeszti még ezt a mai programot, amelyben beszámolok a nyilvánosság tényleg képésére. Utána a KPMG Gazdasági Bizottságnak ennek a szakmunkai egyebek mellett az, hogy a kormány a liberálisok privatizációs elképzelését valósítja. És egy független jelöltől megkérdezni, mit keresnek a postvonalak a kormányában. Lehetséges, hogy akik megjutották a két egyházi cigányok két házban, én már nem vádlóként, hanem tanúként állnak a bíróság helyében, bár a szentélyes műtogatás nyilvánvalóan tűnik, de a nyomozás során valahogy eltűntek a bizonyítékok. Hogyan kerülnek tisztes magyar adományok az olasz szexiparba, és hogyan kerülnek neki a szicíliai mafia kezébe? Ezzel majd az 5 órakor kezdődő hírek után foglalkozunk. 168 óra utolsó időpontjának arról szól, hogy a Népközleti Minisztérium nagyon gondoskodás eredményeképpen leukémiás és daganatos betegeket foglal határozottan túlról a tűzoltó utcai jelenlegek. Helybevezetőként feles adatolítést most a következőnek a részletek. A szerkesztő Marka Zoltán Mégészetet és a vezető Marka Hartos Egyébként. Ennyi? Viszont te kerüljön a beszélésre? Nem, 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 majd be kell tudni. Akivel telefonon az előbb beszéltem, azt mondta, hogy mindjárt, mindjárt itt lesznek és beengednek. Már négykor kezdődik a műsor, úgyhogy hamarabb be kellene menni. De hát... Ha nincsen lehetőség bemenni, akkor nincs műsor. Hát most mit csináljuk ezzel? Mindentől kezdve véget ér a mi felelősség. Nem adtam oda valakit? Hát nagyon kellemetlen a lenne műsor, úgyhogy... Szemüvegtokom, nincs valaki? Kiné? Kiné? Ja? Szerintem nincsen kész a műsor. Hát persze, biztos, hogy nincs kész. Meg ő nem énekelhetett volna, mint a Vici Masokból. Szerintem nincsen kész a műsorok, ugyanis, hogyha készen lenne, akkor sokkal maga biztosabban. Persze. A gyerekek így alakult, most már régóta ülnek nyilván. Persze. Jó, fél négy van minden esetre. Most már valaminek történik kéne. Most kezd pokolira fájni a fejem. Nincsen jó csak van. Nagyon köszönöm, befolyásolja azt, hogy a műsor megy.
hiszen, hogy én kedvében akarok járni az alelőt. Tudj, Jóska, minden esetre azért azt hadd kérdezzük meg, hogy a Kardos a műsorvezetőjén volnék a szerkesztőjén. Leadhatjuk a műsort? Az volt a szabályozja a lapcsányát. Hát nekünk senki nem szólt. Miért nem szóltak a kérdőnek, akár csak egyetlen mondatot. Egyet? Kit? Nekem? Senki a világon. Nekem nem szólt senki a világon. Se te, se az Ostján, se a Csúcs. Egyetlen szó. Itt van kész műsor? Én az újságból láttam, hogy a Rapcsányi készül egy alternatív műsorra, de nekem senki egy szót nem szólt, hogy ne készüljek, és utána nem akartam munkát megtagadni. Ezért úgy készítettem elő ezt a mostani műsort, hogy 4 órakor, ha ti azt mondjátok, hogy tessék, akkor mi tudjuk csinálni. Ha azt mondjátok, hogy tilos, akkor elmegyünk haza. Olyannyira, hogy a Dévi Kronikában is elhangzott az ember. És miért nem szóltatok nekünk erről, hogy az alelnök úrnak mi az álláspontja? Ez az értekezleten az elhangzott. Az értekezleten nem hangzott. De az, hogy az elhangzott. Az értekezleten nem hangzott. Az értekezete nem hangzott el ezzel kapcsolatban semmi, az hangzott el, hogy lehet átvenni a menesztő papírokat, aki átvette a papírját azon az áll, hogy a kézhez vétel pillanatától érvénybe lép, hogy az illető munkalót fel van mentve. Én a papíromat még nem vettem át, és nem akartam megtagadni a munkát, és nem akartam fegyelni rá távolítani. Nem kívánok bemenni. Most ide szabályozott részre feljött. Persze, persze, igen. Hogy jött volna különbözőt? Csendekszik, hogy ne legyen szedő. A fikár volt, akit átvert azzal, hogy ezt add ide szombaton, de hétfőre kell. Aztán a fikár felvilágosították, hogy ez az ellenszánsz, akkor 8 órában lesz. Erre a fikár azt mondta, akkor nem adom, de közben már a Csóri is telefonált, az ő volt az interjú alany, hogy ő se járul hozzá. Nem hallottam a Zsolt mondja, hogy 8-10-kor hangzott el, hogy Rapcsányra szállt először. Rádió Budapest, 16 óra, híreket mondunk. A világszervezet eddig ellenezte, hogy a volt Jugoszláviával közvetlenül határos országok részt vegyenek a béke fenntartásban. Időjárás jelentés. Holnap az időként erősebben megnövekvő természetből inkább csak északon lehet szorványosan eső, zápor, a hegyekben esetleg havas eső, hózápor. Északa földfoltok képződhetnek. Sokfelé megerősödik az északnyugati szél. A hőmérséklet hajnalban 0-5, holnap délután 8 és van. Kedves hallgatóink, mint a Déli Krónikában hallották, Farkas Zoltán, a 168 óra eheti adásának szerkesztője, ismertette a 16 órakor kezdődő 168 óra mai programját. Ebben a műsorban olyan riportereknek szerepeltek volna felvételei, riportjai, interjúi, akik tegnap megkapták a felmondó levelet, amelyben az is szerepelt, hogy a munka alól fel vannak mentve. Így tehát nem kerülhet adásba az általuk elkészített anyag. A tervezett másik műsor ugyan elkészült, de elhangzására nem kerülhet sor, mert a szerkesztés körülményeit zavarták azok a munkatársak, akiket tegnap felmentettek, és ma jogellenesen behatoltak a rádióba.
ezért most mindkét adón a Petőfi Rádió műsorát fogják hallani. Szíves megértésüket kérjük. Sok patkány, most föl kell írni a lapokat, most azonnal. Ők is hallgatják. Micsoda? A lapoknál hallgatják, hát tudják. De ez mi volt, ami elmondott? Mi zavart a közület egyet? De mit zavart? Hát nem értem. Hát ezek. Nincsen szava. Ez egy szemérlet. Erre nem lehet. Mondta valaki valakinek, hogy nem jöhet be a rádióba? Nem. Ez túl van azon határon, hogy még lehetne várni. Hát én kedves eszemnek van. Még ezt négyteresen szörnyelődve, hogy Rabcsányi Lászlóval együttünk sem találkozott. Rabcsányi Lászlót nem kerestük. Rabcsányi László ide nem telefonált, mi oda nem telefonált. Semmilyen kapcsolat nem volt vele. Egészen egyszerűen ez felfoghatatlan. 3:44 előtt, 5 perccel találkoztunk Rabcsányival. Amikor ő jött oda, amikor jött oda, kitalálták már jó régen, azt kellett mondani, nem ilyeskedjetek. De hát ezt a kamera vette.